Iskolapszichológus. Az iskolapszichológus egyfajta híd szerepet tölt be a gyermek, a szülő és a pedagógus között. Tisztújító ülés. A Megyei Balesetmegelőzési Bizottság egy új operatív munkacsoport létrejöttét indítványozta Nyíregyháza város vezetése felé. Közlekedésfejlesztési beruházás, mintegy 950 millió forintból újult meg a megyeszékhely kertvárosi és délnyugati része. Az iskola pszichológus egyfajta híd szerepet tölt be a gyermek, a szülő és a pedagógus hármasának együttműködésében. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szakemberek megerősíthetik az osztályon belüli kapcsolatokat, vagy segíthetnek akár azokat átrajzolni is. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont részéről egy kezdeményezés is elindult, hogy a fiatalokkal dolgozó szakemberek között a jövőben képüljön egy hálózat. Az 1960-as évektől kezdve fokozatosan épült ki az iskolapszichológusi rendszer hazánkban. Először az intézményektől külön épületekben akarták kezelni a tanulás során előforduló zavarokat. Jelenleg azonban már az iskolákon belül érhető el a szolgáltatás. Egy ilyen több lábon álló rendszert kell elképzelni, tehát vagyunk néhányan, akik iskolában dolgozunk, fél vagy egy teljes állásban, és van a pedagógiai szakszolgálati rendszer elsősorban, vannak természetesen a klinikai vonalon, akik már pszichiátriai kórképekkel dolgoznak, van az addiktológiai ellátórendszer, és hát itt keresgéli mindenki a szakma is egyébként ebben a helyét, de több lehetőség van. Szabály szerint tulajdonképpen minden 500 fő feletti létszámú iskolában kellene, hogy legyen egy félállású iskolapszichológus, ez egyelőre még nem teljesül sajnos. Az iskolapszichológus segíthet egy diáknak, aki lélektanilag téved el, egy tanárnak, aki kiborul, egy szülőnek, aki panasszal érkezik és nem tudja kezelni az adott helyzetet, tette hozzá Szilágyi László. Tapasztalatai alapján egyre többen merik őt felkeresni. Hát, hogy a számok nyelvére lefordítjuk. Mert ugye a hál' Istenben az van, hogy nekem ez nagyon fontos. Annak a pillanatnak, annak az embernek is fontos. Viszont azért itt komoly számokról van szó. A magyar fiataloknak kb. 10%-a szenved valamilyen mentális zavarban. És ez nem csak ebben az életkorban jelent nehézséget, hanem a felnőtt életre is kihat. Tehát amikor egy osztálybeli konfliktus van, akkor az lehet, hogy felnőtt életben egy párkapcsolatban jelentkező problémaként és konfliktusként hat. Amikor kockázatviselő magatartásra és ugrál mindenfelé a gyermek veszélyes helyzetekbe kerülve, akkor az lehet, hogy a felnőtt életben egy konkrét balesetként jelenik meg. Amikor van egy önértékelési zavar serdülőkorban, ami ahhoz nincs támasz, nincs segítség, nincs rálátás, nincs megnyugvás, nincs pillanat, amikor meg lehet állni, meg lehet nyugodni és más szempontból nézni ezt az egészet, ami körülöttünk zajlik, akkor a felnőtt életben is előfordul, és ezért lenne fontos, hogy tényleg mindenütt legyen, hogy a szakma, az állam, az önkormányzatok komolyan vegyék ezt a helyzetet. 10% ez nem kevés, és tudván azt, hogy a megbetegedések élvonalában van a serdülőkorosztályban a pszichológiai-pszichiátriai jellegű mentális megbetegedések aránya. Az iskola pszichológus nem csak egyénileg foglalkozik a problémákkal, drámapedagógiai, valamint önismeret és személyiségfejlesztő órák is rendelkezésre állnak, hetente kétszer 16 fős csoportokban, az Arany János tehetséggondozó programnak köszönhetően. Ez 4-5 éven keresztül hatalmas segítséget jelent a diákoknak, megtanulnak szabadon gondolkozni, különböző helyzeteket és konfliktusokat kezelni. Szilágyi László az osztályokon belüli konfliktus kezelésben is segít, ezt mediációnak nevezik. Van, amikor tűzoltásra van szükség, tehát krízis intervencióról van szó, amikor jelen kell lenni egy gyászeset feldolgozásánál, egy halálesetnél, vagy egy konkrét konfliktusnál egy osztályon belül, vagy egy olyan
olyan szorongásos zavarról, amikor egyébként egy jól teljesítő gyermek megy ki óráról, és rendszeresen. És az nagyon jó, hogyha már a kollégáknak van erre szeme, füle, hogy itt valami baj van, mert egyébként ötöseket hoz, de akkor már a második, harmadik óráról is kimegy valami oknál fogva, tehát hogy ott valami gond van, és ezeknek a száma is jelentős egyébként, amit nem sokszor nem vesznek észre. És abban a pillanatban erről van szó. Valamikor a programok révén egy megelőzés, a hangulat, egy-egy iskolai rendezvény egyébként nagyon sokat tud adni, hogyha olyan témákról van szó, hogy olyan előadók szólalnak meg, vagy visszajönnek régi diákok, és megerősítik a fiatalokat abban, hogy ki kell bírni, lehet, hogy nehéz, és nem csak egyszerűen az, hogy ki kell bírni, hanem az, hogy mindig vannak olyan emberek, lehetőségek, olyan találkozások, amik akár egy egész életre szólóan segítséget jelentenek. Az elmúlt időszakban elindult egy kezdeményezés az Állami Egészségügyi Ellátóközpont részéről, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek között egy hálózat, egy kapcsolat épüljön ki. Ez részben a gyermekpszichiátriát, gyermekpszichológiát, a mentálhigiénész szakembereket és az addiktológiát érinti. A szakemberek sokszor egymásról sem tudnak, és a továbbküldési utak sem tisztázottak egy-egy helyzetben, hogy kihez lehet fordulni, tette hozzá Szilágyi László. A hálózat kiépítéséhez a továbbképzések már elindultak. A fejlesztésre azért is van szükség, mert hazánkban legutóbb 1997-ben végeztek felmérést a serdülő korosztály mentális problémáiról, melyek azóta nagy mértékben megváltoztak. Sűrűn nézenek rá a naptárra az adózók, ha nem szeretnének kellemetlen meglepetésekkel szembesülni, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adózók hétfőn éjfélig kérhetik, hogy a NAV nyomtatott formában elküldje az aktuális adóbevallási tervezetüket. Ez így az esti órákban már csak az adóhivatal weboldalán a kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez nevű nyomtatványon, illetve SMS-ben lehet megtenni. A dokumentumot kettől már csak személyesen a hatóság ügyfélszolgálatain igényelhetik. Aki regisztrált az ügyfélkapura, az már megnézheti és módosíthatja is a tervezetet. A következő fontos határidő április 30-a, eddig küldi ki a NAV a visszatérítendő vagy befizetendő összegekről szóló értesítéseket, illetve a külföldi magánszemélyek ugyaneddig adhatják le nyilatkozatukat az SZIA bevallás aluli mentesítéshez. A legfontosabb dátum azonban a május 20-a, ez a bevallás leadásának végső határideje, eddig kell megfizetni az SZIA-t, valamint szintén eddig lehet rendelkezni az 1+1% felajánlásáról. Az idei évtől pedig már az egyéni vállalkozóknak is május 20-a a bevallási határidő, a korábbi február 25-e helyett. 2018-ban 8%-kal nőtt a személyisérüléssel járó közúti balesetek száma, míg a halálos kimenetelő csupán egy fővel volt kevesebb, mint 2017-ben. Többek között ezekről is beszámoltak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baleset megelőzési bizottság ülésén hétfőn. A statisztikák javítása érdekében olyan javaslatokat is tettek a bizottság tagjai, amelyek újszerűségeivel hatékonyabban elérhetnek egy-egy adott célközönséget. Így a közeljövőben kialakulhat egy operatív munkacsoport Nyíregyháza biztonságos közlekedésének fejlesztése érdekében. Bár csökkent a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek száma, a súlyos vagy enyhe balesetek száma jelentősen nőtt a tavalyi évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 8%-os növekedés több, mint 1000 balesetet jelent. Ezek nagy részét az autósok okozták, de 150 esetben a kerékpáros, 33 esetben a gyalogos és 21 esetben a motoros volt a baleset okozója, ami érteknek pedig számos oka lehet. Igazániból egyetlen okot nem lehet mondani. A társadalom leképzése van az utakon, nagyon sokféle ember, egyre rohanóbb világban élünk, egyre kevésbé figyelünk egymásra, és nyilvánvalóan ez megjelenik majd az utakon is, azáltal, hogy gyorsabban megyünk, figyelmetlenebbek vagyunk, már máshol jár a gondolatunk vezetés közben, és ez magában hordozza a baleset veszélyét, ami sajnos be is következik.
A megyei adatok nagy részét a nyíregyházi esetek teszik ki, ezért a bizottság egy közös gondolkodást kezdeményezett a városvezetéssel. Egy olyan operatív munkacsoportot szeretnének létrehozni, amelyek folyamatosan vizsgálják majd azokat a problémákat, amelyeket a városlakók egy központi e-mail címen bejelentenek. Ezek az intézkedések főleg a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságjavítására szolgálnak majd, valamint az értelmezhetetlen közlekedési jelzéseket teszik egyértelműbbé. Úgy gondolom, minden rendezvényünkön megtalálnak minket azok az állampolgárok, akik valamiféle problémával találkoztak. Ebből kifolyólag jött talán ez az ötlet is, hogy jó lenne egy központi e-mail címet, egy funkcionális e-mail címet létrehozni ezügyben, hogy ne csak egy ilyen rendezvényen találkozhassunk magával a problémával, illetve ne csak mi találkozunk ezekkel a problémákkal, hiszen a rendőrség önmagában kevés ezeknek a megoldásához. Amiben tudunk, mi segítünk, jelezzük a megfelelő helyekre, és ezért lenne jó ez a munkacsoport létrehozása, ahol együtt vagyunk a társszervekkel, közösen és gyorsan, hatótósan tudunk tenni ezekben az ügyekben, és az állampolgár azt fogja látni, hogy lám-lám, gyorsan és hatatósan megoldódott a probléma. Az ülésen elhangzott, idén folytatódnak azok a rendezvények, amelyek az elmúlt években sikeresek voltak, mint például a Közlekedik a család, vagy a Suli Moped program. Valamint szeretnék népszerűbbé tenni a rutinrókák kampányt is. Mintegy 950 millió forintos Európai Uniós forrásból hajtottak végre közlekedésfejlesztési beruházásokat Nyíregyháza kertvárosi és délnyugati részén. Ennek keretében többek között megújult a főpálya és kiszélesedett az út a Huszártelep és a Derkovics utca között, parkolókat és járdát alakítottak ki, illetve átépítették a meglévő buszöblöket, valamint az útpályát keresztező vasúti iparvágányt is a városrészben. Nyíregyháza önkormányzata a projekt részeként az utak fejlesztésével a helyi gazdaságot is kívánja támogatni, hiszen a felújított utak fontos iparterületekhez vezetnek. A megközelíthetőség alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek. Az érintett úton jelentős a tehergépjármű forgalom, éppen ezért elengedhetetlen volt az út burkolat felújítása, hangzott el a fejlesztések bejárását követő sajtótájékoztatón. Az érintett területek ezen szakasza olyan vállalatokat tömörít, amelyek nagy létszámú munkaerőt foglalkoztatnak, tette hozzá a polgármester. Itt van az Eisman, itt van a Michelin, két nagy foglalkoztató multicég, és nagyon sok kis középvállalkozás is van itt a közelben. Tehát a forgalom is nagy ebből adódóan, a teherforgalom is. Ezt szeretnénk innen kivezetni, illetve az egész kertvárosból. Ennek érdekében a Botján János folytatásaként megkezdődött a Rókabok körült építése. Az több mint 2300 méter hosszú, tehát ott földútból lesz aszfaltút, tehát ez a kettő együtt egy több mint 4 kilométeres szakasz, azért az jelentős útfejlesztés. És hát én azt gondolom, hogy erre szükség volt. Egyrészt a teherforgalom, a személyforgalom, közlekedésbiztonság miatt. Az útfejlesztési program további részeként tavaly megtörtént a Tó utca teljes felújítása, illetve az Orgona utcán egy 850 méter hosszú járda kialakítása is. Ezt követően megkezdődött a Legyező, a Dugonics és a Derkovics utcák átépítése. A Derkovics utcán a kerékpár és a gyalogos forgalom is megújul. A fejlesztések a város többi pontján is folytatódnak. A Tiszavasvár és a Szélsőbokorű találkozásán egy körforgalom építés is megkezdődik április végéig, azt a NIFFEL konzorciumban végezzük. Ugye pont azon a helyen lesz a körforgalom, amellett már hónapok óta megy a régi laktanya felújítása, az úgynevezett barnamezős beruházás. A másik, az Újkertváros irányában pedig ugye a Bátori lakótelep az folyamatosan terjeszkedik, illetve azon kívül is új lakások épülnek. Tehát mindenképp szükséges, igazából már évtizedek óta hiányolt útfelújítások ezek. És mindez, amiket elmondtam, ez év végéig meg is valósul. A projekthez kapcsolódó munkálatok több kivitelezési szakaszban valósultak meg, hiszen ugyanezen projekt részeként zajlott a Szegfű utca kétszer kétsávossá bővítése, valamint a Lujza utca megújítása is. A fejlesztések tovább folytatódnak az örökösföldi munkafolyamatokkal, ahol már befejeződtek a Szalag és a Szemmelweis utcai munkálatok. Ebből a projektből több mint 5 kilométernyi útszakasz újult meg, valamint egy közel 400 méternyi szakaszon kerékpárúttal is gazdagodott a város.
Egy gólos vereséget szenvedett Újpesten a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 25. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 1-0-ra verték Dajka László együttesét. A hétvégén nem rendeznek fordulót az élvonalban, a kisvárda legközelebb március 30-án a Ferencvárost fogadja. Mindkét csapat számára fontos volt a mérkőzés, az Újpest a dobogóért, a kisvárda pedig a kiesés elkerüléséért harcol. A találkozó első 20 perce különösebb esemény nélkül telt el, a 22. perc végén viszont büntetőhöz jutott a házigazda. Az elefántcsontparti válogatott Traoré nagyszerűen vette át a labdát a 16-oson belül, Berrios pedig csak szabálytalanul tudta szerelni. A 11-est a sértett értékesítette maga biztosan. Két perc múlva egyenlíthetett volna a kisvárda, egy jobb oldali szögletet követően Horváth fejelt kapufát, a kipattanó labdát pedig Vári fejelte a lécre. Az 50. percben Felipe mentette meg az újabb góltól a vendégeket, amikor védte Rácz közeli lövését. A folytatásban a kisvárda nem tudott komolyabb helyzetet kialakítani, így egy gólos vereséggel pont nélkül távozott a fővárosból Dajka László együttese. A hazai csapat az Újpest okosan futballozott az első félidőben, lassította a játékot és egy-egy gólos váltással bizony a széleken mögén kerültek egy párszor, és ebből lett a 11-es is. El tudták szerezni a vezetést. Mi viszont azt kell, hogy mondjam, hogy első fél időben nem azt futballoztuk, amit szerettünk volna. Átadtuk a területet labdaszerzés után, keveset mozogtunk, keveset volt nálunk a labda. Fél időben egy kicsit változtattunk, és biztos lehetett látni, bátrabban futballoztunk, lehetőségeink voltak, tehát valahogy így kellett volna kezdeni a mérkőzést. Én azt mondom, hogy az Újpest az első fél idő alapján megérdemelten nyert a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia MTK Budapest 3-2, Ferencváros Szombathely 2-0, Budapest Honvéd Paks 3-0, Molvidi FC Mezőkövesd 1-0 és Debrecen Diógyőr 1-0. A tabella élén az 55 pontos Ferencváros áll megelőzve a 47 pontos Molvidi FC-t. A 25 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a folytatást. A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt nem rendeznek fordulót az NB1-ben. A Kisvárda jövő szombaton a Ferencvárost fogadja. 10 pontos győzelmet aratott a BKG Prima Ese ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjának 24. fordulójában lejátszott mérkőzésen 81-71-re verte Szigetszentmiklósi ellenfelét. A kékcápák pénteken Miskolcon lépnek pályára. A MASZ elleni meccsen történt kiállítása miatt eltiltását töltő Tóth Gergely nélkül lépett pályára a házigazda a vele azonos mutatóval álló BKG ellen. Az elsődleges cél a győzelem volt, a másodlagos pedig a legalább 4 pontos siker, mivel így a kékcápák pályaelőnybe kerülhetnek a rájátszásban a Szigetszentmiklósiakkal szemben. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, az első negyed végén 8 ponttal vezetett a BKG Prima Ese. A második 10 perc már pontszegényebb volt, a nyíregyháziak 4 pontot ledolgoztak hátrányukból, így 34-38-ról indult a második félidő. A harmadik negyed egyértelműen a hazaiaké volt, támadásban és védekezésben is jó teljesítményt nyújtott a csapat, így a záró negyed előtt már a cápák vezettek 7 ponttal. A folytatásban sem változott a játékképe, Siska János együttese visszavert minden felzárkózási kísérletet, így végül 10 pontos győzelemmel vágott vissza az idegenben elszenvedett 3 pontos vereségét a Nyíregyháza Blue Sharks. A mérkőzésen azt kértük a fiúktól, hogy keményen védekezzenek, csak a védekezéssel tudjuk megnyerni ezt a mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a ellenfélben jó dobó játékosok vannak, és próbáljuk kivenni a dobásukat. Ezt gondolom, úgy érzem, hogy sikerült, 4-3 pontos kaptunk összesen kintről. Persze odafigyeltünk arra is, hogy mi legyen a különbség. Sikerült, örülünk ennek. A 20 pontot szerző Bazsó Bruno 6 triplát dobott a mérkőzésen. A játékos szerint is a feljavult védekezésük volt a győzelem kulcsa. Úgy gondolom, hogy az elején nem védekeztünk kellő keménységgel, majd pedig amikor elhúzott az ellenfél, akkor ezt támadásba próbáltuk kompenzálni, ez annyira nem jött össze, nem ültek az első fél időben annyira a tripláink, majd pedig a második negyed felétől ott elkezdtünk keményen védekezni, és szerencsére a végén már a dobások is beestek mindenkinek, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A 24. forduló további eredményei a következők: PVSK MTK Török Bálint 69-68, Budapesti Honvéd Oroszlán 87-85, MAFC Nagykőrös 76-61, Vasas Akadémia MEAFS Miskolc 90-76 és Budafok Veszprém 81-90. A tabella élén a Veszprém áll 23 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 22-2-es mutatóval rendelkező MAFCot. A Nyíregyháza Blue Sharks 17 győzelemmel és 7 vereséggel a negyedik helyen várja péntek
Baranyaki Miskolci vendégjátékát. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. Az iskolapszichológus segíthet egy diáknak, aki lélektanilag téved el, egy tanárnak, aki kiborul, egy szülőnek, aki panasszal érkezik és nem tud kezelni egy adott helyzetet, de a szakemberek megerősíthetik az osztályok belüli kapcsolatokat, vagy segíthetnek akár azokat átrajzolni is. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont részéről elindult egy kezdeményezés, amely a fiatalokkal dolgozó szakemberek közötti hálózat kiépítését célozza. 2018-ban összesen 22 millió forintból gazdálkodott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság. Ebből valósították meg többek között az országos és a saját rendezvényeiket. Ezek hatékonynak bizonyultak, hiszen megyénkből vettek részt a legtöbben, például a Közlekedik a Család programon. 2019-től pedig szeretnének bevezetni egy központi e-mail címet, amelyen Nyíregyháza lakói jelezhetik a várossal kapcsolatos közlekedési problémákat, ezekre pedig a kijelölt munkacsoport köteles lesz majd reagálni. Jelentős útépítések zajlottak az elmúlt időszakban a megyeszékhely Kertváros és délnyugati részén. A projekt összköltsége 950 millió forint. A fejlesztés eredményeként megújult a főpálya, kiszélesedett az út, valamint parkolókat és járdát alakítottak ki. A fejlesztések a város többi pontján is folytatódnak. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 18-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Ked reggelig változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor több helyen valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 fok körül alakul. Kedd estig többnyire erősen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok körül alakul. Szerdától szombatig jobbára napos, száraz időre van kilátás, általában kevés fátyol, illetve gomoly felhővel. Vasárnap egy hideg front érheti el a Kárpát-medencét, megnövekszik a felhőzet, szorványosan eleredhet az eső, záporeső és megerősödik az északnyugati szél is. A hét közepén hajnalonként több helyütt számítani lehet fagyra, a hétvégétől azonban enyhébbek lesznek az éjszakák. Szombatig erősödik, ezt követően ismét gyengül a nappali felmelegedés.